A nyári szünet előtti utolsó közgyűlését tartotta a képviselőtestület Pécsen. A keddi rendes ülésen a Baranyai megyeszékhely kulturális holdingjának visszahívott vezetőjének ügye váltotta ki a legnagyobb vitát. A baloldali városvezető oldal szerint nem az önkormányzat érdekei mentén dolgozott a vezérigazgató, ezért visszahívták. Hiába javasolták, pályázat kiírását a polgári oldalon elutasították. Kineveztek egy igazgatót, aki egyébként a karbantartásért felel. Ez már azért a kultúra világának is egy szembeköpése, fogalmazhatunk így, ezért javasoltam a közgyűlésen, hogy írjanak ki egy pályázatot, illetve hogy a művészeti tanácsot, amit ők hoztak létre, azt szólítsák meg, kérdezzék meg a véleményét. Mind a kettőt elutasította a baloldali városvezetés, tehát sem nem kíváncsiak az általuk is kinevezett kulturális szereplők véleményére, sem pályázatot nem írnak ki, ami egy megfelelő minőségű vezetőt hozhatna. Úgy látjuk, hogy mint minden más a városban, ez is lejtvenetben van a kultúra világa. A Pécsi Művészeti Tanács június 22-én ürésezik. A testületet 2020-ban azért hozta létre az önkormányzat, hogy segítse a város hosszú távú, egységes kulturális stratégiájának kidolgozását. Feladatuk még a koncepcióalkotás és a Pécsi Közgyűlés döntéseinek előkészítése. Tagjai a helyi művészeti élet kiemelkedő alakjai. A frakcióvezető attól tart, hogy a történtek után lesznek, akik lemondanak helyükről a tanácsban.